Vágó István van velünk, a Demokratikus Koalíció média munkacsoportjának vezetője, egy egészen más témában. Szervusz István! Jó reggel, szervusz! A DK ugye beperli az MT-t, az ügy hátteréről annyit, bár azt gondolom mindenki tudja, hogy Habony Árpád vagy Tiborcz István ügyében az MT nem tartott őket közszereplőnek, tehát a velük kapcsolatos közleményeket letiltotta. Ugye jól tudom, ennyi? Hát azért nem ennyi, mert nem az első eset sajnos, hogy az MT nem adja ki a közleményünket. Hivatkoznak mindenfajta jogszabályra, illetve mindenfajta saját szabályzatra, aminek alapján hát egyszerűen széboly, hogy miért van az, hogy egy választásokon legitimált párt, mint amilyen a DK, ugye tehát ennek következtében jogilag is az adófizetők, hát természetesen egyelőre még kisebb részének a képviseletében, megfogalmaz valamilyen véleményt, és akkor az MTI, illetve annak az országos sajtószolgálata felülbírálja azt, hogy erről lehet-e közleményt kiadni, vagy nem lehet. Tehát nem csak erről az egyetlen egy esetről volt szó, mi már adtunk ki közleményt. Kettőt mondtam, csak hogy legyünk pontosak. Ugye Tiborcz Istvánnal kapcsolatban, meg Habony Árpáddal kapcsolatban volt ilyen ügy. Nem. Sokkal több közleményünket visszautasították már. Ez a legutolsó eset volt ebben igazadban, aminek következtében hát úgy éreztük, hogy most már elég a packázásból. Ezek a közlemények egyébként hogy vannak? Ugye van az országos sajtószolgálata, jól tudom, megvan még, ez egy meglehetősen régi intézmény. Hogyne. Oda nyújtjátok be az ilyen közleményeket, és az jelenteti meg, vagy pedig annak a közleményeit engedélyezi, vagy nem engedélyezi az MTI? Tehát milyen a függelmi viszony köztük? Az OS, vagyis az országos sajtószolgálat, az én tudomásom szerint, de hát ezek jogi ügyek, az MTI hatáskörébe tartoznak, tehát az MTI dönt arról, hogy az országos sajtószolgálat ezt kiadja, vagy nem. Van azonban ennek a sajtószolgálatnak egy szabályzati pontja, méghozzá utána néztem, ez a 14/2-es, ami a következőképpen szól. Ez most rövid lesz, de felolvasom. A közlemény, tehát például a miénk, nem sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit. Nem irányulhat a közmédia bármely szervezete vagy annak munkavállalója ellen. Tehát, hogyha nekünk például valamilyen véleményünk van a közmédiáról, hogy az a hatalom szócsöve, hogy pazarolja a közpénzt, hogy híradásaiban csúsztatnak, tényeket hallgatnak el, hazudnak, hírt hamisítanak, stb., akkor ezeket szabályszerűen nem teszik közzé. Na most ez abszurd. Azt hiszem, hogy abszurd. Van, igen. Azt is olvastam ezzel kapcsolatban, talán ti mondtátok ezt is, hogy a távirati iroda hozott már le fotót a fideszesek körében mutatkozó Habony Árpádról. Na most, ha lehoz fotót róla, ráadásul egy ilyen közegben, akkor közszereplővé avatja, nem? Természetesen, de nem csak azért, mert hogy ők lehoztak egy fotót, hanem azért, mert erről bírósági döntés van. Tehát egyszer már a bíróság Habony Árpádot például, de hát nem csak róla van természetesen szó, közszereplőnek minősítette. Na most például a DK arról nem adott hírt, illetve nem tette közzé azt a közleményünket a Magyar Távirati Iroda, hogy vagyonosodási vizsgálatot indítottunk Habony Árpád ellen, hivatkozva arra, amit te mondasz. Ugyanakkor viszont a Jobbik is vagyonosodási vizsgálatot indított Habony Árpád ellen, azt viszont ő kiadta. Tehát az az érdekes, hogy ugyanaz a szereplő az a DK közleményében nem számít közszereplőnek, nem minősül közszereplőnek. Ha a Jobbik adja, ha a Jobbik indítja el ugyanezt, akkor ugyanerről a közszereplőről pedig megjelenteti ezt a közleményt. Hát meglehetősen zavaros. Igen. Meglehetősen zavarosan viselkedik az MTI. Hát, ha mondjuk én egy független magyar bíróság vagyok, akkor hát egy pennit sem adok érte, mert hát mert önmagának ellenmondóan viselkedik. Így van pontosan. Na most az érdekes, hogy tegnap a Népszavában megjelent egy hosszabb beszélgetés az MT, illetve az MPVA vezetőjével. Nem, most nem jut eszembe a neve sajnos. Vezetője, igen.
aki a DK-nak ezt a lépését támadásnak ellene indított támadásnak minősíti, és ezen egy kicsit meg van sértve. Hát én azt gondolom, hogy ő azt tökéletesen jól látja, szóval ez világos képlet. Igen, mi támadjuk az MTI-t, támadjuk az Országos Sajtószolgálatot, és hát ezen keresztül az MTV-t. Na most, hogy ott milyen viszonyok uralkodnak azon a házon belül, és ehhez tartozik ugye a közszolgálati televízió, a közszolgálati rádió, az MTI, a Duna televízió, tehát ez mindegy kézben van az MTV-n keresztül. Na most ezekkel kapcsolatosan nekünk ezek szerint nem lehet olyan véleményünk, amelyet az MTI kiadna. Tehát szóval, mondjuk a szóba kerül, mert itt szóba került egy sztrájk lehetősége a közszolgálati médiában, akkor erről nem lett véleményetek? Hát igen, mert hogy ez a valószínűleg egy közszolgálati testület jó hírét sértené, hogyha valaki ellene bármilyen lépést tesz, és akkor az MTI megtagadhatja ennek a kiadását. Na most azért egy lépéssel tovább lépnék, ha megengedett. Az a baj, hogy az MTI híreire alapul a legtöbb kereskedelmi rádiónak a hírszolgálata is, nem beszélve a kisebb televíziókról is. Hát persze, mert ingyen van, abszolút. Igen. Úgy van, mert hogy ingyen van. Na most ez egy nagyon szép dolog. De hogyha az MTI valamit nem ad ki, akkor a magyar lakosság zöme, és állítólag ez olyan 90%-ám, nem is értesül arról, hogy például a DK ezekről a dolgokról hogyan gondolkozik. De nem csak a DK, hanem mindenki, aki bármifajta ellenzéki hangot ütne meg, ez nem jut el a magyar választókhoz. Hát és ilyen formán, ezt még hadd tegyen gyorsan igen. hozzá, ilyen formán szerint megítélésem szerint egy alkotmányellenes, igen, alkotmányellenes állapot alakul ki, mert hogy majd például a választásoknál az emberek nem a teljes információ gazdagság birtokában fognak dönteni, hanem egy nagyon, nagyon egyoldalú információhalmaznak lesznek csak a birtokában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. További jó reggelt.